Hosszú idő óta a leopárd gekkó az egyik legnépszerűbb hüllő a világon, nem véletlenül. Ez egy nagyon kedvelt kis házi gekkó fajta. Azért szeretik az emberek, mert többféle különleges tulajdonsággal is bír, elsősorban ugye a neve is különleges, tehát leopárd gekkó, amit elsősorban a felnőttkori pöttyös színétől kapta. Azért különleges ez a gekkó, mert ugye ez szemhéjas gekkó, vagy karmos gekkó, hát ki hogy szereti ezt hívni, nem tud falra mászni. Ellenben nagyon-nagyon jó vadász, és otthoni körülmények között is jól megfigyelhető, hogy hogyan szeret kisebb rovarokat levadászni. Nagyon jól tenyészthető, és ami még hálás tulajdonság benne, hogy viszonylag jól tűri az egyszerűbb körülményeket. Ha nem tudunk folyamatosan otthon lenni mellette, nem igényli azt, hogy beszélgessünk vele. Télen mondjuk nem kell a mínuszokban nagyon ráfűteni, mert télen telel, nyáron viszont kiteljesedik az élete, akkor egy kicsit pluszban fűtünk, akkor ez már nagyon szépen működik. Nagyon hamar megbarátkozik az emberrel, kezes lesz, tehát akár odáig is eljuthatunk, hogy kivehetjük kézbe és akár simogatjuk is. Ezt tegyük hozzá, hogy erre a gekkónak azért nincs igénye, de egész jól tűri. Jó tartás mellett olyan egyéves korukra lesznek teljesen jól ivarérettek, kicsit hamarabb is elérik az ivarérettséget, de mondjuk azt, hogy egyéves koruktól jól tarthatók és tenyészthetők. A párzás után körülbelül 30 nappal rakja le a nőstény a mindig 2 darab tojását egy fészekaljba, és ezt körülbelül 28 naponta ismételi. Egy jó nőstény 10 pár tojást is le tud rakni egy szezon alatt. A gekkók úgy nőnek, hogy folyamatosan vedlenek. Tehát, hogyha jól tartjuk a gekkót, ez körülbelül 6 hetente látjuk a vedlést. Ez mivel nem egyben jön le róla a bőr, hanem így felszakadozik, és ilyen apró darabokba hullik le. Mire az első vedlési fázis befejeződik, a fejétől a farkáig, addigra a következő el is kezdődik. A gekkó megeszi a vedlését, tehát ez a leopárd gekkó faj, ez lerágja magáról a vedret bőrt, és megeszi, ez azért van, hogy egy táplálékszegény környezetben nő fel, és nem engedheti meg magának azt, hogy a bőre, még ha az egy kevés tápanyaggal rendelkező fehérje, hogy az is elveszem. A legideálisabb tartás az, hogy egy teráriumban egy hím és egy és három nőstény között lehet őket tartani. A hímek egymás között agresszívek, olyan szintig agresszívek, hogy akár meg is ölhetik egymást. A nőstények jól tarthatók. A nemek közti különbséget azt első ránézésre meg lehet mondani, egy ivarérett hím az sokkal nagyobb fejjel rendelkezik, nagyobb háttér és igazából hosszabb méretekkel. A nőstény az tömzsibb szokott lenni a tojási szezon elején, a végén egészen vékonykák lesznek, ilyen ceruzavékonyra is le tudnak fogyni. A nőstények sose tudnak megnőni olyan nagyra, mint a hímek, mert ők a tojási szezon közben a tojásokkal vannak elfoglalva, míg a hím az nyugodtan ehet és szépen növekedhet, úgyhogy egy 15 éves hím az akár ilyen 40 centis is lehet. Ha jól szeretnénk tartani ezt a gekkófajt, akkor mindenkinek el szeretném mondani, hogy ez a gekkó ezt szeret elbújni, és ezáltal mindig valami változatos búvó helyet próbáljuk meg a terrárimba berakni. Cserébújókát kövekből épít valami kisebb bunkert, vagy szőlőgyökeret használ. A gekkó éjszakára elbújik a gyökér kőrakás alá, amikor vadászik előjön, és reggel, amikor feloltjuk a lámpát, akkor az első fél órában legalábbis az enyémék kijönnek, napoznak egy kicsit, fölmelegednek, és utána megint elbújnak. Tehát ennek a dekorációnak olyannak kell lenni, hogy a gekkó elférjen teljes testtel alatt, és ne tudjon beszorulni, illetve azt is számoljuk hozzá, hogy ha egy kicsit alás, akkor azért a gekkót ne tudja maga alá temetni, tehát valami masszívabb, nagyobb darabokból próbáljuk ezt megépíteni. A lámpa alá helyezzük el, hogy mindenképpen hamar fel tudjon melegedni a gekkó, hogy otthonosan érezze magát.